Májva virág, májva virág, aprócska törékeny, 30 tövet elástam a kerítés tövében. Ez a virág legyen példa, mi fontos az élet. Legyen bármi a világon, maradjon reményed. Április 11-e szombat nagy mérföldkő volt a Májva Virág Alapítvány számára. Hivatalosan is megnyitották az első Májva Virág pontot. Kicsi szervezetként kezdték, nagyon nagy célokkal. Sokan melléjük álltak, hogy minél több embernek segíthessenek. Szeretnének közösen eljutni oda, hogy egyetlen nőt se veszítsünk el méhnyakrák miatt Magyarországon. Továbbá segítséget nyújtanak a gyógyulóknak, hogy lehetőségeiknek megfelelően újra teljes életet tudjanak élni. Az alapítványunk a Májva Virág 2013-ban jött létre a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért. Foglalkozunk mind a prevencióval, a megelőzéssel, és foglalkozunk azokkal is, akik bármilyen formában érintettek a méhnyakrákkal. Tehát itt kell azt érteni, aki benne van, és az ő családját, az ő barátait, a gyermekeit, a férjét is egyaránt. Amiben az alapítvány segíteni tud, az a prevenciós vonalon mindenképpen a tájékoztatás. Erre egy honlapunk jött létre, illetve a kedvelt közösségi oldalon egy nagyon aktív aloldalt viszünk. Mind az orvos ajánláson túl, a leleteknek az átnézésén, a bizonytalan kérdések megválaszolásában tudunk segíteni, illetve ami nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye az érintettek kapcsán, de Magyarországon egy ilyen kiterjedt hasi műtét után nincsen olyan program, ami az életminőséget javítaná, és az alapítványunk kidolgozott egy gyógyulást segítő programot, hogy bízunk benne, hogy később Magyarországon egy rehabilitációvá fejlődik. Úgyhogy ilyen formán segítjük mind a fizikai, mind a lelki útjait ezeknek az érintett hölgyeknek, valamint klubokat tartunk havi rendszerességgel, egy zárt titkos csoport van szintén a közösségi oldalon, ahol most már jelenleg közel 200 érintett nő beszélget egymással, ami azért nagyon-nagyon fantasztikus, mert van, hogy egy kérdésre 50-60 válasz komment érkezik, úgyhogy egy nagyon-nagyon informatív segítség tulajdonképpen egymás között. Dunaharasztiban a Malavisan stúdió ad otthont a Májva Virág pontnak. Vezetője Nemesné Gelencséri Veronika és a Malavisan csapata abban vállal szerepet, hogy a dunaharaszti nők halljanak a méhnyakrákról, és legyenek tisztában a megelőzés lehetőségeivel. Annak érdekében, hogy ezen ismeretek átadása minél szélesebb körű legyen a városunkban, együttműködnek az iskolákkal, a védőnőkkel, orvosokkal, patikákkal, a helyi médiával és természetesen a helyi önkormányzattal. Zicót nemrég ismerem, 2014. szeptember óta a lányaink osztálytársak lettek, és egy teljesen véletlen folytán a Facebookon találtam egy felhívást, próbababát fogadjunk körökbe, ami a 9. Európai Méhnyakrák megelőzési héten volt kiállítva, és én erre jelentkeztem az ICO-nál, mert fontosnak tartom a megelőzést, fontosnak tartom a tájékoztatást, és így kezdtünk el együttműködni, és létrehozni a Májva Virág pontot, ami az első lett Magyarországon, és most ennek vagyunk a hivatalos megnyitóján, és nagyon-nagyon örülök ennek, mert nagyon-nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy ne csak orvosi körülmények között tájékoztassunk, hanem egy meghitt családias légkörbe, ahol nagyon sok hölgy megfordul, fiatalok is, idősebbek is. De egyszerűen szépségápolás miatt is fel lehet keresni a pontot, tehát szolárium, fodrászat és kozmetika működik itt nálunk, de gyakorlatilag aki méhnyakrákban érintett, vagy csak a HPV védőoltással kapcsolatban szeretne informálódni, itt a ponton füzetek találhatóak, tájékoztatók találhatóak, könyv, amit Ticó írt, Minden anyuka meggyógyult címmel, illetőleg a pontnak nagyon fontos feladat tartjuk, hogy akik érintettek vagy érdeklődnek a téma iránt, a későbbiek folyamán klub délutánokat szervezzünk. Tehát vasárnap délutánonként gondoltunk, havi 6 heti rendszerességgel, attól függ, hogyan van igény, klub délutánokat tartani, ami minden érdeklődőt szeretettel várunk, 5-10 fős csoportokban, akik érintettek a témába, vagy csak kíváncsiak ezzel kapcsolatban bármilyen információra. Ma lesz a hivatalos megnyitó,
amit nagy izgalommal várunk. Egy családi délután keretén belül szerettük volna ezt. A téma komolysága miatt mindenképpen szerettük volna, a májva virágok is eljönnek, az alapítványi tagok. Tőlük személyesen négy szemközti beszélgetésekre lesz lehetőség. Mellette jótékonysági gyöngyfűzést tartunk, amit gyerekek fognak fűzni. Jótékonysági futás lesz, ami egy 5 kilométeres, illetve egy 3 kilométeres terv Györgyi Katafutó nagykövet vezetésével, illetve hát a végén egy X-faktoros úriember Borbély Richárd fog érkezni hozzánk. Ezzel szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt ezzel kapcsolatban. A rendezvényen megjelent és beszédet mondott dr. Szalai László polgármester is. Köszönöm szépen a meghívást. Nem vagyunk túl sokan, az előbb pont arról beszéltünk, hogy talán a témának a komolysága picit elriasztotta az embereket, de remélem, hogy a tévé segítségével meg a szóbeszéd alapján szájhagyomány útján ez el fog terjedni. Büszke vagyok arra, hogy Dunaharaszti lehet az első májvavirágpont az országban, így szóval Verával beszéltünk korábban erről. Tényleg szerintem ez egy jó dolog. A város önkormányzat egyébként évek óta törődik nem csak ezzel a kérdéskörrel, hanem más egészségügyi kérdéskörrel is, tehát biztosan sokan tudják, illetve nem biztos, mert az előbb pontról beszéltünk, hogy például nem közkeletű dolog, hogy van igenis prosztataszűrés a városban. Évek óta Dunaharaszti város már azelőtt is, mielőtt ezt országosan finanszírozták volna, élen jár a HPV elleni oltásokban a gyerekeknek, bevezettük a fiúk részére is, kell tudni egyébként, hogy a fiúk számára is ez fontos. És pont az alpolgármesterről beszéltünk két vagy három hete, nem tudom, Péter, hogy lehet, hogy megy hónapja is, hogy pont az ICOI kezdeményezése kapcsán, hogy a következő években, talán idén szociális alapon mindenképpen, de a következő években be fogjuk vezetni, ugyanígy a férfiak részére ugye van ingyenes szűrés, ezért szeretnénk bevezetni Dunaharasztin a nők részére is a szűrést, és azt gondolom, hogy ez a pont, ami most ma megnyílik, ez a segítséget fog nyújtani minden hölgynek, minden nőnek is, nyilván a férfiaknak is abban, hogy felhívja a figyelmet arról, hogy ez egy fontos kérdés, nem szabad elszaladni mellette, és oda kell figyelni még időben arra, hogy nehogy bármiféle tragédia legyen. Szeretnék sok sikert kívánni a Dunaharaszti és az országban további van nyíló több májvavirág pontnak is, és azt kívánom, hogy ahogy a versben is elhangzott, hogy ez a pici kis gyökér, amit a Dunaharasztin lefúrtunk itt az ország földjébe, ez eredjen meg, és az egész országban terebélyesedjen ki, ugyanazzal az életerővel, mint amiről te a könyvedből is írtál a májvavirág kapcsán, ami azt gondolom minden erejével az életbe kapaszkodik, és ez sikerült is neki. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és sok sikert kívánok! Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány vezetője boldogan köszöntötte a megjelenteket. A Májva Virág Alapítvány két évvel ezelőtt jött létre a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért. Azóta is folyamatosan munkálkodunk. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt a prevenció, a megelőzés kapcsán, hogy mindenki tudjon róla, hogy ez egy olyan rákos megbetegedés, amely megelőzhető szűréssel és védőoltással együttesen. Dunaharaszti futók Györgyi Kata vezetésével városunk utcáin közös futással hívták fel a figyelmet a prevenció jelentőségére. Sok sikert nektek és balesetmentes futást! Szeretnének olyan közösséget létrehozni, ahol támogatásra találnak a gyógyulók, ahol érezhetik, hogy nincsenek egyedül, hogy ne stigmaként éljék meg betegségüket. A Májvavirág pont olyan civil kezdeményezés, amely fókuszba helyezi egy helyi közösségen belül a méhnyakrákot, felhívja a nők figyelmét a megelőzés lehetőségeire és fontosságára. Hamarosan országszerte több Májvavirág pont is nyílik.